We've monitored elections throughout Ukraine for a number of years, and we've been to Nikopol and Odessa and Lviv and different places. And lassan 13 éve dolgozom Ukrajnában. It's quite interesting to see the progression. Az utóbbi egy évben végig itt voltam. Idén itt Nagy-Dobronyban vettem részt megfigyelőként a választásokon. Az elmúlt évek során Ukrajna számos városában megfordultunk a választások során, mint például Odesszában, Lembergben és más városokban. Jó látni azt a fejlődést, hogy az ukrán választások egyre szervezettebbé és szabadabbá válnak. Néhány évvel ezelőtt számtalan rendellenességet tapasztalhattunk, most viszont már szinte egy kicsit unalmas is megfigyelőként itt lenni, mert nem történik semmi. Öröm látni, hogy számos új ember csatlakozik a választási folyamathoz, különböző korosztályú emberek jönnek el szavazni. A mi szempontunkból komoly áttörésnek számít, hogy szabad és viszonylag magas támogatottsága van a választásoknak. Csak gratulálni tudok az ukránoknak. Le a kalappal. Az ukrajnai választások bár nem mindig, ám most demokratikusak voltak. Ez nem mindig volt így. De most viszont igen, biztosan állíthatom, hogy így van. Nem láttunk semmilyen jogsértést az elmúlt választások során. Sok évvel ezelőtt rengeteg ilyen esetet rögzítettünk, különösen olyan speciális szavazási helyeken, mint a kórházak vagy a börtönök, ahol olyan szavazatok is voltak, amiknek nem kellett volna lenniük. De most nem vettünk észre semmilyen jogsértést. Megvártuk a jegyzőkönyvek véglegesítését és összeállítását a szavazóhelyiségben, és elküldtük őket a választókörzetbe, hiszen ahogy az elmúlt évek tapasztalatai mutatják, a jegyzőkönyveket akár az autóban is ki lehet cserélni. Szóval az igazat megvalva nincs már semmi látnivaló, egy kicsit unalmas a dolog, hiszen az emberek jó munkát végeztek, mindent megtettek a tiszta és demokratikus választások érdekében. Például az elnökválasztás első fordulójában senki sem tudta, hogy ki nyer majd. Korábban pedig mindig tudtuk. És most pedig mindvégig kérdés maradt, hogy ki fog nyerni. És ez csodálatos. Oh, it's very good. Actually, I think, and it keeps getting better. Yeah.